Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2024. július 30. napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin világában. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dünnyögései. Tegnap ismét összeomlott a bitcoin, fantasztikus csapkodás zajlik itt a bitcoin piacon, alacsony idősávon. Iközben, hát ugye, hogyha ránézünk a grafikonra, akkor a hetes csárton tulajdonképpen majdnem ugyanott vagyunk, mint ahol az előző hetet zártuk. De hát a sztori, a hiszti, a csapkodás az folyamatosan kell. Itt a Twitteren tegnap ebben a tweetben összegeztem, hogy eddig mi történt a héten. A hétvégén sikerült megtrédelni a retail kereskedőknek a Trumpnak a beszédét, ami gyakorlatban azt eredményezte, hogy hétfőn az amerikai tőzsdenyításra pontosan sikerült ugyanott nyitni a bitcoint, ahol pénteken a felnőttek azt a tőzsdezáráskor hagyták. Ezt követően a tegnapi nap egy óriási üstökös katasztrófa csapott be a bitcoin piacra, mi szerint a közösségi médiában megjött a hír, hogy az Egyesült Államok bitcoin készletéből valamennyi, valamilyen címről egy másik címre átutalásra került, ezt annak megfelelően, azonnal fundamentális alapon megfelelően le is kereskedte a bitcoin, és azonnal zuhant egy ilyen 3-4 százalékot, és hát ne felejtsük el, hogy a héten még további tűzijáték várható, hiszen FOMC ülés lesz, amerikai központi bank kamadöntő ülés. Itt látjátok a címem futures adatokat, 94,8%-kal, tehát 95%-os valószínűséggel árazza a piac azt, hogy semmit nem fog csinálni, a Fed a kamatokkal maradni fog a jelenlegi 5 25 5, 50 bázispontos kamatszint, azonban tudjuk, hogy ez is hosszú távra a bitcoinba befektetőknek fundamentális alapon egy remekül, remekül lekereskedhető dolog, úgyhogy iszonyatosan jó kis hetünk van, a bitcoin az így hetes csárton távolról nézve pontosan ugyanott van, mint ahol tulajdonképpen az előző hetet zárta, de hát mennyi minden szépség történik itt körülöttünk folyamatosan, hajrá FOMC ülés, lehet megint nyomkodni a gombokat, nem sokára Pável Papa beszélni fog, ehhez sok szórakozást, illetve jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ezt az egyperces csártban szeretné követni, mi azonban most gyorsan végig szaladunk, itt a konszenzió három idősávon, amit mi figyelünk itt a reggeli videókban, ez a hetes, a háromnapos és az egynapos idősáv, a jelenlegi trend az egy 7 per 9 trend struktúra, ami azért még mindig azt jelzi, hogy a Bitcoin piacán talán némi optimizmusra lehet okunk. Hetes csárton vagyunk, a mozgóátlagoknak az elrendezése long 3, szépen sorban vannak, mind a háromnak emelkedik az értéke, alul van a legmagasabb mozgóátlag, középen a középső, felül a legrövidebb mozgóátlag, ez egy longos trend és alapvetően 64 ezer dollár fölött, ez a jelenlegi longos trend szerkezet nincsen veszélyben, úgyhogy hetes idősávon 3 per 3-as kitettséget indokol nekünk a konszenzió kereskedési rendszer. Hogyha lejövünk egyen rövidebb három napos idősávra, akkor azt látjuk, hogy az eresi az sikerült visszatérjen az 50-es szint fölé, tehát most igazából bulis területen kóvályog, egy kicsit még fönn van a rövid exponenciális mozgóátlagai fölött is, és ez árfolyam is jelenleg a min fölött, azaz a hosszú mozgó fölött van. Ebben látjuk az oldalazást, ez a szép emelkedés, ami a háromnapos mozgó átlagban volt, az megszűnt, és tulajdonképpen május óta egy oldalazásban van ez a mozgó ami azt mutatja, hogy igazából a piac azért inkább oldalra mozog, mint bármerre is. 64.800 dollárnál van a min, és azt látjuk, hogy a mostani gyertyazárásra, ami másfél nap múlva lesz, megérkezik a hét periódusos mozgó átlag is a mín fölé, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi long 1-es trendszerkezetből így gyertyazárásra elképzelhető, hogy megkapjuk a long 3-as akkor pedig a tegnapi pánik az igazából arra volt egy remek eszköz, hogy amikor itt majd be kell nyitni a két plusz pozíciót a háromnapos idősávon, akkor ezt egy kicsit kedvezőbb feltételek szerint tehessük meg, mint hogyha ezt 70 ezer dollárnál kellene meglépni egynapos bitcoin grafikon. Itt azért nem olyan szép, amit az ember lát. Ha a konszenziót rendszerkezetet nézzük, akkor ez egy long 3-as rendszerkezet, a mozgó átlagok abszolút longos elrendezésben vannak. Itt a 67 ezer dollár most a fontos szint, ezt kellene a bikáknak visszavenni. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy vissza kell majd venni egy pozíciót itt, mert a két rövid mozgó között bekövetkezhet egy medvés keresztezés. Ez a tegnapi gyertya. Ez egy elég csúnya gyertya, az átlagot végre meghaladó forgalom volt. Nézzük meg, hogy itt volt utoljára átlagot meghaladó forgalom a július 19-i gyertyában, és most ennek majdnem megközelítette a forgalmát a tegnapi gyertya, de az átlagot meghaladta. És hát ez egy medvés formájú gyertya fölfele egy szép vikkel, ami gyakorlatban kijelöli most nekünk azt a zónát, amit rövid távon át kell, hogy kereskedjen a piac ahhoz, hogy komolyan elhiggyük, hogy továbbra is felfelé szeretne menni. Nagyjából ez az a zóna, ami eldönti most nekünk, hogy merre fog továbbiakban tartani a bitcoin, ez egy komoly forgalommal megjelölt napos gyertya, tehát ennek a spreadjét itt a közeljövőben érdemes figyelni, mert ez irányt mutathat nekünk, hogyha ezt lényeges forgalommal, lényeges impulzussal elhagyja majd a piac valamelyik irányba. Long 3 a rendszerkezet, abban az esetben, hogyha nem tud visszatérni az árfolyam 67 dollár fölé, akkor elképzelhető, hogy egy long 2-be kell visszatérjünk, ilyen kockázat csökkentési jelleggel, és hogyha a négy órás swing idősávra átjövünk, akkor itt igazából azt lehet látni, hogy itt a tegnapi videóban jeleztem, hogy volt esély egy medvés divergenciára, itt volt egy csúcsunk, itt volt egy magasabb csúcsunk, az árfolyamban pedig egy csúcsunk, és egy azonos vagy kisebb alacsonyabb csúcsunk. Nos hát, Sajnos a proféta szólt belőlem, és be is következett az a korrekció, amire itt tegnap reggel utaltam, a minél jóval lejjebb korrigáltunk, és az igazán nagy problémám ezzel a csártal, hogy van itt ugyan egy ilyen alakját tekintve fordulatot jelző gyertya egy hosszú, egy hosszú vikkel, de igazából forgalom nincs mögötte. Nézzétek meg, hogy a lefelé mozgásban sokkal nagyobb a forgalom, mint amit itt az alján láttunk. Tehát én nem igazán látok még ilyen eladói klimaxot itt ezen a grafikonon. Divergencia sincsen egyelőre, ami fordulásra utalna. am egyetlen jó hír, hogy a mín az emelkedik, szépen felfelé az értéke, az jelenleg 67.500 dollárnál van, tehát hogyha összevetjük itt a napos konszenszió meg ezzel a négy órás grafikonnal, akkor azt lehet mondani, hogy a 67.000-67.500 dolláros szint az, ami a mai nap nagyon fontos a bikák számára, ezt kell valahogy tudni átkereskedni ahhoz, hogy továbbra is fennmaradjon az elmúlt héten szépen felépített bikás momentum a bitcoin piacán. Egyéb fontos esemény nincsen, úgyhogy ennyit már a röviden a bitcoin piacokról. Remélem, hogy szeretitek ezeket a rövid kis reggeli szőszeneteket, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban tájékozódjatok a bitcoin grafikonokon. Amennyiben ez így van, akkor tartsatok holnap reggel is velem, én itt leszek, remélem, hogy ti is, addig pedig szép napot és jó kereskedést mindenkinek. Sziasztok!